19 téma tárgyalása várt a Paks képviselőit a november 16-ai testületi ülésen. A városvezetés első napirendként az idei költségvetés módosításáról határozott. A Magyar Államkincstár által kiközölt szociális ágazati pótlék, egészségügyi ágazati pótlék érkezett be bevételi forrásként, illetve egyéb források érkeztek még önkormányzatunkhoz. Kiadási oldalon természetesen ezek ugyanúgy megjelennek, illetve amit még szeretnék kiemelni, az a DC Dunakom ZRT-nél történt megint egy kisebb megtakarítás, amit szintén átvezettünk a költségvetésen. A városvezetés módosította a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendeletet is. Az előterjesztés egyik pontja arról szólt, hogy a Síp utca 5-ös szám alatti ingatlan kikerül a bérlakások közül, a továbbiakban a Paks kistérségi szociális központ használhatja majd a nappali melegedő bővítésére. A képviselőtestület döntött továbbá arról is, hogy pályázatot írnak ki a Városi Könyvtár új igazgatói állására. Arról van szó, hogy a következő esztendő tavaszán lejár a jelenlegi könyvtárigazgató megbízatása, és most az önkormányzat úgy döntött, hogy pályázatot ír ki erre a feladatra. 2023. január 5-ig kell benyújtani ezeket a pályázatokat címzetes főjegyző úrnak azok számára, akik rendelkeznek természetesen a pályázatban szépen felsorolt feltételeknek. A testület elfogadta többek között az idei költségvetés háromnegyedéves teljesüléséről szóló beszámolót, új rendeletet alkotott, ami a közterületek használatáról szól, továbbá döntés született arról is, hogy egy új bizottság áll fel a homokbánya üzemeltetése miatt. Véleményem szerint meg kell állapítanunk, hogy érte-e kár az önkormányzatot, és igen, akkor ezért felelőssé tehető-e valaki, és hát aztán majd a továbbiakat azt majd eldönti a képviselőtestület, és hát ezt támogatták végül is a mai testületi ülésen. Mi eleget teszünk mindenféle ilyen kérdésnek, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor jó álljon fel ez a négy tagú vizsgálóbizottság, amely február 28-áig fogja elvégezni a munkáját, és hát majd aztán a márciusi testületi ülésen fognak a tisztelt képviselőtestület elé, fogják a tisztelt képviselőtestület elé hozni az általuk vizsgált eredményeket. A testület határozott arról is, hogy módosítják az idei közbeszerzési tervet. Erre azért volt szükség, mert a HUMDA, Magyar Automotorsport és Zöld Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT által koordinált elektromos hulladékszállító mintaprojektbe bevonták Paks önkormányzatát is. Pakson is, és amíg Pakshoz tartozó 6 településen, ugye mert ezt társulási formában látjuk el, ez a 3 kukás autó, elektromos kukásautó teljesítene szolgálatot. Én azt gondolom, hogy minden ilyen jellegű előremutató kezdeményezéssel nekünk élnünk kell. Az ülésen hozott döntésekről bővebben is beszámolunk a Testületi Tudósítások című magazinban november 18-án.